Az alapszakasz végéhez közeledve a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. Vezetősége megvizsgálta a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapatának helyzetét. Az alapszakasz elsőségét már korábban bebiztosította a csapat, de ezzel még nem érte el fő célját, a bajnokság megnyerését és vele együtt a feljutást az NB1 A csoportba. Ugyanakkor kétségtelen, az alapszakasz elsőség megszerzése is nagyon fontos volt a célok megvalósulása érdekében, hiszen így csapatunk a rájátszásban végig pályaelőnyből kezdheti a párharcokat. A bajnokságban történtek ismeretében megállapítottuk, amióta a csapat 2016-ban kiesett az élvonalból, soha ekkora esélye nem volt a visszajutásra, mint most. Ezt az esélyt mindenképpen meg szeretnék lovagolni, és bár az eredményességre nem lehet panasz, a csapat formája az utóbbi másfél hónapban, különösen a HEP kupa győzelem óta visszaesést mutat. Ezt a folyamatot azért kell megállítanunk, hogy nehogy épp a bajnokság legfontosabb részében, amikor a végső helyezések, így a feljutás kérdése is eldől, a rájátszásban legyen hatása az eredményességünkre. Mindezeket mérlegelve, a váltás mellett döntöttünk a vezetőedzői poszton, 2021. március 22-től már nem Siska János tölti be ezt a pozíciót, a csapatot az alapszakaszból hátralévő nagykőrösi Solymok elleni mérkőzésre, valamint a rájátszásra a szakmai igazgatónk Boris Majkovics készíti fel. Siska Jánosnak köszönjük az elmúlt években és az idei szezonban végzett vezetőedzői munkáját, és további sok sikert kívánunk neki az életben és a kosárlabda szakmában egyaránt. Áll a közleményben.